A Visit Maros Egyesület, Szováta város önkormányzata és Maros megye tanácsa idén Szovátát jelölte turisztikai üdülőhelyek kategóriában az év desztinációja megméretkezésen. A verseny kimenetelébe a helyiek és a látogatók is beleszólhatnak. Szavazni május 8-áig lehet. Idén negyedik alkalommal tartják az év desztinációja magánkezdeményezésű versenyt, amibe bárki nevezhet. A különböző turisztikai látványosságok ismeretén túl a megmérettetés célja, hogy az emberek jobban megismerjék a romániai úti célukat és a turisták által kevésbé ismert helyeket. A Visit Maros Egyesület, Szováta város önkormányzata és Maros megye tanácsa közös megegyezés alapján ezúttal Szovátát nevezte a versenybe a turisztikai üdülőhelyek kategóriában. Úgy gondolom, hogy van esélye. Én tényleg az egyik legjobb és legkomplexebb üdülő településnek tartom. Azonban Maros megyei embereken, a szovátai embereken és általában a turistákon múlik, hogy ki fogja megnyerni ezt a versenyt. A legjobb turisztikai célállomás díjra pályázik Szováta mellett, többek között Félixfürdő, Borszék és Színalja is. A verseny végeredményének a kiszámolásakor a 100-tagú zsűri szavazata egyharmadot ír. Egyharmadot tesz ki a desztinácia anuloi.ro honlapon leadott szavazatok aránya. A maradék egyharmadot pedig egy közvélemény kutatás eredménye adja. Online május 8-áig lehet szavazni egy adott településre. A nyerteseket május 21-én egy gála rendezvény keretében fogják bejelenteni Bukarestben.